A kampányidőszakban Dunaszerdahelyen ismét megjelentek a választási plakátok. Eredetileg 5 polgármester jelölt és 52 képviselő jelölt próbálta elnyerni a választók bizalmát. 4 nappal a választások előtt azonban Herceg Andrea és Dakó Sándor visszaléptek Horváth Zoltán javára. November 10-én kiderült, hogy az MKP jelöltje a hivatalban lévő polgármester Hájos Zoltán nyert, akire több mint 3100-an szavaztak. A második helyen a Híd és az MKDSZ támogatásával induló független jelölt Horváth Zoltán végzett közel 300 szavazattal lemaradva. A harmadik a független Haxer Roland lett mintegy 1000 szavazattal. A 21 tagú képviselőtestületben a Magyar Közösség pártjának 13 képviselője lesz, így többséget szerzett. 8 független képviselő is mandátumhoz jutott, a Híd viszont képviselő nélkül maradt. Hájos Zoltán szerint az MKP sikere a párt erős csapatának és a választók bizalmának köszönhető. Azért lehetett ilyen eredményt elérni, mert a dunaszerdei polgárok támogattak minket, a dunaszerdei polgárok értékelték az előző 4 éves munkát. Látható fejlődésen ment keresztül a város, csapatunk már bizonyított az előző időszakokban is. 21 tagú képviselőtestületben és 13 képviselő az MKP színeiben került megválasztásra, és 8-an pedig függetlenek. Úgyhogy én bízom a jó együttműködésben a képviselőtestülettel, és bízom abban, hogy azokat a vállalásokat, amely tartalmazza a választási programunk, úgyhogy azokat meg fogjuk tudni a következő 4 évben valósítani. Nekünk konkrét vállalásaink vannak, akár utcák, akár épületek, akár pedig valami másnak a fölújítására, vagy pedig létrehozására. Prioritásként városban a forgalom szempontjából kell változásokat hozni, főleg az áthaladó teherforgalom tekintetében, a következő oktatási intézményeknek a fejlesztését, az épületeknek a fejlesztését, és a harmadik, amely kiemelkedő téma, az pedig a szociális szolgáltatások körének és színvonalának a bővítése. Haxer Roland független jelöltként mérettette meg magát. Elégedett a polgármester jelöltként kapott közel 1000 szavazattal, és azzal is, hogy képviselőként ismét bejutott a testületbe. Nagyon erős mandátumot szereztem. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban egy új fejezet kezdődik, amely a közös együttműködésről is szólhat a városunk érdekében. A céljaink a polgármestert és a képviselőket is beleértve csak is a polgárok érdekeit szolgálhatják. Ahogy megismertek, a politikai riválisaim is tudják rólam, hogy konstruktív vagyok. Egyben kritikus szemmel tekintek a számomra elfogadhatatlan dolgokra. Televíziónk megkereste a harmadik polgármesteri jelöltet, Horváth Zoltánt is, aki azonban nem kívánt nyilatkozni. Időközben ismertté vált, hogy az új városi képviselőtestület alakuló ülése november 27-én lesz.